Szakértelem, odafigyelés és minőségi alapanyagok. Ebben a Balaton világosi sörfőzdében azt mondják, ezektől lesz kiváló egy kézműves ital. Az első az a főzés, ez kb. 10-12 órát vesz igénybe sörtípustól függően. Ez követi az erjedés, azaz a tartályban töltött időnek egy része. Ez kb. Ilyen 10-12 nap, majd az ászokolást is a tartályban töltött időhez vesszük. És a harmadik fő folyamat, az pedig a palackozása vagy a kiszerelés. Világos, félbarna, barna, ipa és apa típusú sörök is készülnek az üzemben. Az alapanyagok mellett a felhasznált víz minősége is nagyon fontos. A sör az malátából készül, illetve komlóból, élesztőből és vízből, ez a négy alap összetevője van a sörnek. A főzőházban ezeket becefrézzük, leszűrjük, felforraljuk, lehűtjük, betesszük ezekbe az erjesztő tartályokba, itt pedig különféle sörökből, az a felső erjesztési söröknek 3 hét tartályidő, az alsó erjesztésének pedig 8 hét tartályidő, után pedig kiszedjük őket palackos formában, illetve hordós formában. A kézműves sörök térhódítását jól mutatja, hogy egyre több térségi vendéglátóhely kínál ilyen nedvüket.